Három hazai üzemében többek között Hűzösabonyban fejlesztette tovább gyártó kapacitását a DS Miss Packaging Hungary Kft. Uniós és állami támogatással, valamint saját forrásból számolt be róla Fekete Zsolt, a cég ügyvezető igazgatója a szerdai projektátadó ünnepségen. A győri, a füzesabonyi és a tiszaújvárosi egységeinkben ruháztunk be. Tiszaújváros esetében az autóipari cégeknek logisztikai és gyártókapacitást bővítettünk, Győrbe létrehoztuk Európa legmodernebb offset csomagolóanyaggyárát, Füzesabonyban pedig egy vadonatúj, világszinten is abszolút premiernek tekinthető papír csomagoló anyagot, egy papír alapú raklapot hoztunk, gyártásának teremtettük meg a feltételeit. Ezen kívül Füzesabonyba még beruháztunk egyéb gyártógépekbe is, egy ragasztógépet és olyan gépeket telepítettük, amelyek segítenek kollégáinknak abba, hogy könnyebben tudják a munkájukat végezni. A vállalat Heves megyei telephelyén közel 5 év alatt megvalósult innovációt az Unió és Magyarország kormánya a Széchenyi 20-20 program keretében 30%-ot meghaladó arányban közel 749 millió forinttal támogatta, tette hozzá az ügyvezető. Az új Papillon márka név alatt futó termékcsoport része a világújdonságnak számító papír alapú raklap, raklapfedő és konténer, melyet túlnyomó részt újrahasznosított papírból készítenek. A berendezések éves gyártókapacitása mintegy 400 ezer darab lesz. Az új papírraklap egyrészt sokkal könnyebb, mint a faraklapok, másrészt sokkal környezetbarátabb. És ugyanakkor biztosítja, hogy egyes ipari környezetekben, ahol ez fontos, csiramentes termékről beszélünk, nem áll fenn ugyanaz a veszély, mint a hagyományos raklapokkal, ahol a penészedés és a fertőzés veszélye fennáll. A termék iránt már a gyógyszer- és élelmiszeriparban is nagy az érdeklődés. Egyes iparágakban nagyon nagy az érdeklődés, a gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban, ahol az előbb említett csiramentesség nagyon fontos. Nagyon bízunk abba, hogy ennek a gyártnak a kapacitását nagyon rövid idő alatt le tudjuk kötni. A DS Miss Packaging Hungary Kft. Füzesabonyi hullámtermékgyára 5 hektáros ingatlanon 21 ezer négyzetméter beépített területen működik. Az üzem 167 embert foglalkoztat, és évente közel 60 millió négyzetméter hullámterméket állít elő. A füzesabonyi fejlesztés újabb 15 munkahelyet teremtett. A termelés felfutása további 10 új munkatárs felvételét teszi majd szükségessé, tette hozzá Fekete Zsolt. A projektátadó ünnepségen jelen volt Nagy Csaba polgármester is, aki elmondta, az önkormányzat feladatai közé tartozik a munkahelyteremtés elősegítése, a város gazdaságfejlesztési céljait pedig épp ezért a nagyvállalatok igényeihez is igazítják. Erre példa az ipari park is. Megkaptuk az ipari park címet, kijelöltük a lenni ipari park területünket. Ezt az ipari park címet fogunk bővíteni, amelyre szeretném belevenni a vállalatot és az ipari területeket is, gazdasági területeket, az azzal járó különböző gazdasági előnyöket, majd az állam és adókedvezményeket biztosítani. A harmadik pedig a kiszolgáló beszállító idealizása. El is megvan a törekvés, hogy azokhoz a nagyvállalatokhoz igazítsuk ezeket a kiszolgáló üzemeket, beszállítókat, akik jelen vannak a településen. Az ipari parkunk kijelölésre került, és megkezdődik az építkezés, az elérhetőség, a belsőjük, a közművesítés. Itt az önkormányzatnak két területen van. Egyik területen egy inkubátorházat fogunk építeni, amivel azt próbáljuk orvosolni, hogyha valaki valami megüzem elviszi, hogy a raktározási gondokat csökkentsük a településen, hiszen minden vállalatnál szerintem ez gondot okoz. A másik pedig, hogy próbálok egy olyan vállalkozásokat ide vonzani, akik kapcsolódhatnak már a megjelenőkhöz. Meg is jött az első vállalkozó, aki emelőgépeket gyárt, ami ebben az iparágban is hasznosítható. További cél még, és ezt kérem is a vezetőktől, ez a közösségépítés. Tehát, hogyha pluszt adunk, akkor jól érzik magukat a dolgozók, jól érzik magukat a családtagok, a Füzesabonyban élő, és így jobban kötődnek mind a vállalathoz, mind a településhez. A gyártósorok üzembehelyezése folyamatosan zajlik.